Sziasztok! Bizonyára elég sokan értesültetek arról, hogy az elmúlt héten beadták a dróntörvény javaslatát. Hát meg kell mondjam őszintén, hogy nem mondom azt, hogy nem lepődtem meg, de azért vannak benne nagyon-nagyon súlyos hibák, illetve na, rengeteg minden hiányzik belőle. És többen kérdeztétek, hogy ez most hogy áll ez a törvény. Annyit kell tudni róla, hogy ez egy tényleg valós beadott javaslat. Le is lehet tölteni, majd a videó leírásába berakom. Ez egy 28 oldalas javaslat, és hát gyakorlatilag majdnem, hogy szembe megy az EU-s javaslattal, ugye, amit már nagyon sokszor láttatok. Beszéltem már róla én is nektek, illetve tényleg az internet is tele van vele. Ott ugye olyanok voltak, hogy open kategória, és utána megvoltak különböző súlyhatárok, hogy 250 g, 900 g, 25 kg, kamera, stb. Tehát, hogy ott megvoltak egy kicsit pontosítva, hogy melyik géppel hogyan tervezik majd ugye az Unióban való repülést, és ugye az volt a törvényben, hogy idén július kellett volna itthon ugye egy hazai szabályozásnak törvénybe lépni. A Covid-ra való tekintettel ezt eltolták december 31-re, és most pár napja kijött ez a 28 oldalas javaslat. Nézzük meg, hogy mi az, ami tényleg teljesen szembe megy, és hogy mi nagyjából a lényeg ebből. Itt rengeteg személyiségi jog, adatkezelés, hogy majd kikezelheti a mi adatainkat, mert hogy itt majd ugye regisztrálni is kell a gépeket, kvázi mint egy autót, úgyhogy, de nézzük is meg, hogy miket emeltem ki. A magyar légtér pilóta nélküli játék légijármű kivételével, pilóta nélküli légijárművel végrehajtott UAS műveletekhez lakott területen belül eseti légtérrel lehet csak repülni. Tehát, hogy minden terület, amit lakott területnek minősítenek, oda bizony ugyanúgy továbbra is eseti légtérengedélyt kell majd kérni. Kivéve a játékokra. Hogy mi lesz a játék, arra majd mindjárt vissza fogunk térni, amikor eljutunk oda. Fontos, hogy itt előtt is említenek, hogy a frekvencia elosztásról is van benne törvény, hogy ezt majd ki és hogyan fogja szabályozni, hogy majd erre mennyire fognak kitérni. Például itt ugye az FPV-s gépek esetén, hogy 2,4 GHz, 1,2 GHz, 5,8 GHz, vagy ugye alacsonyabban, hogy itt majd ezt hogy fogják pontosítani, ez egy jó kérdés, mert hogy itt még azért nagyon sok hiányosság van. Van ilyen, hogy a magyar légtérben a nemzetbiztonság, a közrend, a repülésbiztonság és a közbiztonság érdekében az arra jogosított szervezetek a pilóta nélküli légijárműveket detektálhatják, leszállásra szólíthatják fel, feltartóztathatják, és a jogszabályban meghatározott esetben elektronikai úton zavarhatják, valamint elektronikai vagy mechanikai úton földre kényszeríthetik a frekvencia használatra vonatkozó szabályok betartásával. Mi van? Most akkor a detektálás az egy dolog. Tehát, hogy az már jelenleg is működik. Biztos nagyon sokan láttátok, talán tavaly voltunk egy konferencián, ahol a aeroszkópról volt szó, ugye, ami a DJI saját gépeinek az adat kommunikációját lelopja, vagyis hát ők csinálták, szóval itt nincsen szó lopásról, és abból nagyon sok mindenre fény derülhet, hogy honnan szálltál föl, milyen magasan vagy akkumulátor, szóval be lehet mérni rendesen egy drón, de fontos, hogy ez csak detektál, tehát zavarni, lezuhantatni nem képes. Itt viszont az, hogy elektronikai vagy mechanikai úton földre lehet kényszeríteni, azért ez egy kicsit visszás dolog, mert tegyük fel, én felszállok valamilyen okból Pesten. Tök mindegy miért, és itt ők úgy gondolják, hogy ez illegális, és hogy mechanikai vagy elektronikai úton földre kényszeríteni. Tehát az elektronikai, az nem nagyon kivitelezhető, mert hogyha zavarják is a kommunikációt a távomban, akkor ugye maximum megszakad, RTH-ba hazajön. Viszont az, hogy mechanikai úton, én itt most nem azt mondom, hogy lelőni, de mechanikai úton nem nagyon tudok mást elképzelni, földre kényszeríteni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg zuhanás. Én úgy gondolom, hogy ez jelen pillanatban több veszélyt jelent, mint az, hogy én ott repülök. Nem tudom. Szóval, hogy ezek azért kicsit furcsa dolgok.
Nézzük tovább még, miket találtam. A repülőeszközöket nyilvántartásba kell majd venni, aminek tartalmaznia kell a repülőeszköz fajtáját, azonosítójelét, gyártmányát, típusát, alnevét, méretét, gyártási számát, gyártási évét, tanúsítványt, a minőségi tanúsítványt és ennek kiadásának dátumát. Ez már megint egy kicsit vicces dolog, mert valószínűleg, hogy visszamenőleg egyetlen egy cég sem fogja, legyen szó Phantomokról, Unique-ról, Xiaomi-ről, tehát hogy ezeket visszamenőleg szerintem senki se fogja pótolni. Hogy mi lesz így a, mármint, hogy itt ugye gyártási év, típus, ezek oké, de hogy ilyen tanúsítványoknak ezek például mennyire felelnek meg, vagy hogy majd pontosan milyen tanúsítvány kell, az egy jó kérdés. Például lesz még ilyen, hogy repülőeszköz törzskönyvi számát. Milyen törzskönyvi számát? Szóval, hogy utána ugye kell nekünk a személyünk, jogcím, jogi személy esetén adószám, székhely, szóval itt az elég komolyan gondolják ezt a dolgot, de tehát, hogy itt felmerült, tehát még talán azt mondom, hogy a DJI gépek esetén lehet, hogy majd ezt meg fogja oldani a cég. Viszont akár egy Hubsan vagy egy Xiaomi, amik nemrég töltek be a piacra, hogy ők ilyet produkálni fognak-e? Vagy a Perot például a régi gépeikhez? Ez egy jó kérdés. Viszont mi lesz az FPV-s gépekkel? Tehát, hogy fogok én például, itt a kedvenc kis gépem analógon, ugye a GoFly, ez mondjuk egy gyári gép. Itt vannak például, amiket én építettem Snail. Itt milyen törzskönyvi szám, meg megfelelőségi tanúsítvány. Honnan fogok ilyeneket szedni? Tehát, hogy azért, de ez csak még maga a quadcopterek. Tehát itt vannak, ami furcsa számomra, hogy például olyan szót nem találtam ebbe a 28-as dokumentumban, hogy modellezés. Tehát, hogy itt oké, hogy most ezt drón javaslatnak említik. De mi a helyzet a modellezése? Tehát rengeteg repülőgép, helikopter, habrepülők, tehát hogy rengeteg minden van, amiről itt szó se esik. És majd mindjárt megmondom, hogy miért fontosak ezek. Mert hogyha itt megyek tovább, akkor majd természetesen a büntetés az már meg is van, hogy szabálysértésről és szabálysértési eljárásról szól majd az, hogyha valaki ezeket nem tartja be. És ami a durva, hogy a légiközlekedési bírság kivét részletes szabályairól szóló blablabla, bla, bla, miniszteri rendeletben meghatározottak szerint 100 millió forintig történhet a bírság. 100 millió forint, tehát, hogy értem én, hogy itt egy kicsit el akarnak minket rettenteni, de hát azért ezt lehetne észszerű keretek között is tenni szerintem. Tehát, hogy na mindegy. És ami a legdurvább, és ez ütött legjobban szívem mindenkit, hogy pilóta nélküli játék légijármű, a játékok biztonságáról szóló 2009 bla bla bla, a tanács irányelv alapján játéknak minősül, és 120 g maximális felszálló tömeget ellenmérő, adatrögzítő eszközzel fel nem szerelt játék, pilóta nélküli jármű, amely a távoli pilótától 100 méternél nagyobb távolságra eltávolodni nem képes. Szóval ez azért elég durva, hogy azt minősítik játéknak, amit alapból valaki játéknak minősített ez alapján a tanácsi irányelv alapján, valamint 120 g-nál nem nehezebb, és nem képes adatot rögzíteni. Ez azért durva, mert hogy gyakorlatilag ebbe a kistelló az egyetlen, amit nagyjából így népszerű termékek közül belefér, mert hogy ugye 80 g, ugyan kamera van rajta, de adatot nem rögzít, a telefonon képes rögzíteni az élőképet, talán ez még beleférne. Viszont például a népszerű kategóriákból, mint a Sima, X25, X8, ezek közül már egyik sem felel meg játéknak, több okból sem. Az egyik az, hogy nehezebb mindegyik, mint 120 g, illetve van rajtuk egy kis kamera. Szóval, hogy nem is értem, akkor talán még nekem van itt egy legális kis gépem, a URUAV 65, mert hogy ő nincs 80 g, FPV-s gép, tehát adatot rögzíteni nem képes, csak látok vele.
de hát talán még a kis pici Evax Tiny Hawk is, ami legális lehet, hogyha tudom esetleg majd őket regisztrálni, mert hogy gyártási szám és hasonlók, tehát hogy nem is értem. És ami nem meglepő, ez ugye erről beszéltünk, hogy kell egy segítő személyzet ahhoz, hogy tudjunk nyugodtan drónozni. Bár érdekes, mert hogy 100 méterre nem távolodunk el, de mégis kell egy úgynevezett spotter, aki figyeli ezeket a dolgokat. És van még egy ilyen, hogy szabadidős célú UAS művelet. A pilóta nélküli légijármű kedveltetési célú, gazdasági célú használattal össze nem függő, és nem állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett használata. Szabadidős cél, tehát ez lenne a hobbi, de itt sincsenek kivételek, hogy mondjuk akár lakott területen kívül mondjuk repülhetünk egy fantommal 120 méterig. Ugye az uniós tervezetben valami hasonló volt, hogy lakott területen kívül 120 méterig nyugodtan lehet repkedni, ott nincsenek emberek, nincs a veszélye annak, mert itt ugye mindig azzal van, hogy majd meglátunk valakit, és valószínűleg ezt ezért hozták. És ami furcsa, hogy 2020. december 1 és 31-e napja között kell elvileg ezeket nyilvántartásba venni, aminek a nyilvántartásba a vételi napja december 31-e lesz majd. Szóval ők arra készülnek, hogy mi december 1-től bemehetünk és regisztrálhatjuk ezeket a gépeket. Ez furcsa, mert hogy itt volt szó ugye az uniós javaslatban arról például, hogy egy internetes tanfolyam, gyakorlati tanfolyam, esetleg egy kicsit komolyabb továbbképzés, attól függ, hogy ki mivel akar repülni. Na most itt erről túl sok szó nincsen, egyszer említettek benne, hogy ha valaki oktatni akar, akkor mennyit kell fizetni, de az, hogy melyik gépekhez kell, akár internetes, akár bármilyen jogosítvány, vagy én nem találtam meg, vagy nem fogtam fel ezt a sok jogi szöveget. A pilóta nélküli légijármű jogosulatlan használata során más lakásáról és egyéb helységéről, vagy ezekhez tartozó bekerített helyről jogtalanul hang- és képvideó felvételeket készít, szabálysértést követ el. Aki lakott terület felett pilóta nélküli légijárművet jogtalanul használ, szabálysértést követ el. Ez megint egy olyan dolog, hogy hogy tudnál máshogy úgy videót készíteni, hogy csak egy adott dolog legyen rajta. Tehát, hogy most nagy Isten, tényleg akár nézzük azt, hogy munka. Tehát, hogy nem szabad idő, legyen egy munka. Ha valaki például házakat mér föl, vagy egyéb dolgokat, tehát nem tudsz úgy lefotózni mondjuk akár egy háznak a tetejét, vagy bármit, hogy más esetleg ne lúgjon bele. Gondolom, aki már próbálta a saját házat, vagy bármit fotózni, tehát óvatatlan, hogy bármi más belelúgjon. Tehát, hogy nem is értem. És itt, sőt, említenek olyat, hogy aki pilóta nélküli légijármű jogosulatlan használatával más lakását, egyéb helységét, blablabla, és az ott történteket rögzíti, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő. Le fognak csukni azért, mert esetleg véletlenül rajta van a szomszéd háza? Nem tudom. És ez a törvény elvileg 2021. január 1-jével lép hatályba. És itt ugye a magánélethez való alapvető jogvédelme érdekében akarják ezt a légijárművek használatának korlátozását. Tehát nem is értem, itt vannak a mobiltelefonok, a műholdak, tehát hogy sokkal pontosabb, sőt bárki számára elérhető például akár egy műhold térkép, ugye ti is felfedeztétek, hogy milyen gyorsan frissítik ezeket a például a Google Maps-et, hogy rajta voltunk már mi is, mikor kim voltunk repülni. Szóval, ha valaki úgy épít, vagy bármit, szóval sokkal hamarabb meg lehet tudni szerintem, mint egy drónról. És ami még szíven ütött nagyon sok mindenkit, hogy az eseti légtér kijelölésére irányuló eljárást a katonai légügyi hatóság folytatja le. A szabályozás értelmében alkalmanként maximum 7 napra jelölhető ki eseti légtér. 7 napra. Hát ez semmi. Szóval az eddigi 3 hét,
helyett 7 nap. Ez azt jelenti, hogy például mi, ahhoz, hogy szabályosan tudjunk odakint működni, az évente 52 darab eseti légtér. Nem tudom, hogy eddig is a sokkal kevesebb légtérrel sem boldogult a hatóság. Most, hogyha itt 7 napos légterekről beszélünk, aminek értem én a lényegét, hogy ne legyenek itt 30 napokra lefoglalva egy bizonyos embernek hatalmas területre légterek, ez teljesen jogos, oké. De az, hogy 7 napra, tehát, hogy ha most én tényleg itt legálisan akarok repülni, 7 nap, most az ugye egyetlen egy hétvége esik bele, hogyha azt nézzük, hogy hétvégenként készítünk videót. Gyakorlatilag hetente dobálhatjuk be a igényeket, és mi van, ha nem kapjuk meg? Tehát, hogy ha ezeket is 30 nappal előre akarják, hogy beadjuk. Tehát, hogy én nem értem, ezek mind olyan dolgok, amik számomra abszolút értetetlenek. És amit még találtam ilyen bekezdéseket, azt mondja, hogy a rendelkezés a pilóta nélküli légijárművel és a pilóta nélküli állami légijárművel végrehajtott repülés esetére kötelezővé teszi a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légi információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobil alkalmazás igénybe vételét. Ez ugye a Hungarokontroll által fejlesztett My Drone Space applikáció, ami jelenleg is működik beta verzióban. És most jön a lényeg, hogy repülésbiztonsági okokból szükséges a mobil applikáció használata, ezért törvényi szinten kerül szabályozásra az erre vonó kötelezettség. Amennyiben az alkalmazás bármilyen ok miatt nem használható, a magyar légtérben UAS művelet nem végezhető. Szóval, ha esetleg mobil internet, vagy szolgáltató, vagy bármi miatt nem fogjuk tudni elindítani ezt az applikációt, vagy éppen a Hungarokontroll szervere nem működik, akkor nem repülhetünk. Tehát, hogy hiába van mondjuk eseti légterem, mert mondjuk megkértem, van biztosításom, nem indul az applikáció, akkor hivatalosan nem repülhetek. Szóval, hogy fogalmam sincs, hogy mármint azt tudom, hogy ki írta, de hogy kinek az alapján, és hogy gondolták ezt komolyan így év végén, azt nem tudom. De hogy ebből gondolom ti is tapasztaltátok, hatalmas felháborodás lett, mert tényleg mindennek. Azt tudtuk, hogy a mini, ugye 249 gram, ugye a 250-es törvényre készült. Azt több videóban is említettem nektek, hogy ez nem azt jelenti majd, hogy Pesten és nyugodtan lehet repkedni minivel, mert ennek nem is az volt a célja. Viszont az, hogy lakott területen kívül is ilyen szabályok lesznek, az tényleg nem tudom, hogy ezt hogy gondolták komolyan. Hát nagyon remélem, hogy itt azért elég komoly módosítások lesznek, vagy nem tudom, hogy itt van-e még esély arra, hogy módosítsák, mert ha nem, akkor fogalmam sincs, hogy hogy fogunk legálisan repülni. Tényleg az, hogy játék. Tehát most komolyan gondolják azt, hogy egy Sima X8 vagy bármi hasonló gépre egy 8-10 éves gyereknek légtérsz engedélyre lesz szüksége azért, hogy mondjuk egy hatalmas parkba valahol Pesten felszálljon, bohockodjon 5-6 méter vagy akár 10 méter magasan. Tehát hogy azért ez szerintem az abszolút nonsense dolog, mert az, hogy aki dolgozni akar, teljesen mindegy, hogy bármilyen géppel, annak tényleg azt mondom, legyen légtérengedély, legyen biztosítás, regisztrálja a gépét, legyen bármi. De az, hogy például a gyerekek vagy a modellezőknek is abszolút elvenni a kedvét a jövőtől, ez szerintem nagyon, nagyon nem jól sikerült jól, úgyhogy remélem, hogy ezen hamarosan változtatni fognak. Nyugodtan kommenteljetek, kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok. Hát nagyjából tisztában vagyok vele, hogy azért ez nektek sem jön át, de ha azt nézzük, hogy például minisek, hogyha megyünk jövőre esetleg nyaralni, Horvátország, Ausztria és az összes országban ott legálisan lehet majd vele repkedni, csak itthon nem. Szóval, hogy ezt nem is értem. Na mindegy, ne felejtsetek el feliratkozni, nézzétek meg a dronehungary.polomania.hu weboldalt, ahol különböző kis pólókat lehet majd rendelni, meg bögrét, meg tornazsákot, és mivel közeledik a karácsony, adósok vagyunk nektek még rengeteg nyereményjátékkal, úgyhogy mindenféleképpen megéri velünk tartani. Sziasztok!